Történelem az élettanítómestere. Ez egy valami olyan dolog, amit az ember az első latin órán megtanul, historia ezt magistra vitae, és akkor ugye a latin nyelvbe beavatják, de igazán, hogy mire jó a történelem, hogy mennyire fontos lenne, hogy életteljesen tanítjuk, hogy meglátunk egy épületet, képet, szobrot, bármit, abból megelevenítjük, szóval nem kell a könyvből olvasni, hogy mikor készült, hogyan készült, hanem abból megelevenedik, és abból le tudom olvasni, hogy mikor készült, és ezt át tudom adni az embereknek. Én ugye elkezdtem ezt az életemet Esztergomba, a végzés után 62-ben szereztem diplomát, és hát Esztergomba voltam 7 évig, ott mindent lehetett csinálni a környéken, honismereti kört és mindent, tehát az egész megyébe sok mindent csináltam. Sokat volt, jártunk kirándulni, külföldre nem igen tudtunk még menni, de aztán utána mihelyt, hát azért kicsit alakultak a dolgok, akkor jutottunk főleg Szlovákiába, felvidékre. És így az én szakdolgozatom az Bárkápolna freskói voltak, ami az Anjou-kornak a legfontosabb freskó emlékei, és a doktorira a professzorom azt mondta, hogy hát most valami lehet kapcsolódhat, de azért legyen valami egész más téma, és akkor itt lett, hogy az esztergomi egyház megye az egész fölvidék, hogy Esztergom kisugárzása, tehát gömöri falképek így jöttek a képbe, és így jöttek, ahogy a végül, hogy hol áll ez a gömöri és egyáltalán magyar falkép emlékű töredékes a török kor után, hol áll Európa egészében, az egész ugye francia, olasz és egyéb műemlékek között mi a helyzete. És így született meg az én kandidátusi, akkor az volt az akadémiai fokozat, 76-ban és 83-ban megjelent angolul ez a kötetem, hogy az olasz Trecento kapcsolata magyar művészettel, és annak a helye Európában. Szóval végig az én oktatásomat 55 évig tanítottam ezt az eltét, hogy az volt a lényege, hogy mi a helyünk a világban, és az volt a lényege, hogy nem hatásban éri a magyar művészetet, meg szellemi életet, hanem kapcsolatok vannak, hogy mi egy tekintélyes, akkor nem mert az ember kimondani azt, hogy nagy hatalom, azóta bátran mondom, nem csak azért, nem az idős vagyok, hanem azért, mert ez a valóság. Ez a valóság, hogy valóban mi egy tekintély voltunk Európában, még akkor is, hogyha hanem olvasni kell tudni azokból a morzsákból, amik megmaradtak a török kor után, és hát ebből azt olvassuk ki az ember, hogy mi is hatottunk a Nyugat-Európára. Minden szempontból, főleg azért, mivel Bizánchoz is közelebb voltunk, és ez a bizánci kapcsolatok nem csak egyszerű ikonfestészet, ami mondjuk ma is fontos az egész szellemi életre, hogy van egy ilyen anyagtalan szellemi világ, valami sajátosat tudtunk megvalósítani, aminek a megfogalmazása még várat magára. Ugye először is tudni kell, hogy a tudás végtelen, az embernek a tudása nagyon mindig, és egy nagy ismeretlen világból én egy picit tudok, tehát egy szerénység, egyfajta szerénység, hogy én valamit szeretnék tudni, és mindig szeretnék többet tudni, tehát ez egy alapvető, nem én vagyok a okos, mert ugye a tudás az valami elérhetetlen valami, és mindig is lehet azok a, és arra tanítottam, hát akiket, mindegy, fölnőtteket is, vagy embereket, hogy minden ember egy értékes ember, és én becsülöm a minden másik embert, akár hallgató, akár professzor, akár úristen, mit tudom én, milyen rangban van, ugye, hát én mindenkit igyekszek becsülni, és főleg most is a tanítványaimat is, mert ugye ők maguk alakították ki azt a tudást, amit kialakítottak, hogy én egy lépcső voltam, amin esetleg ők fölmentek, az a dolgom volt, az volt a dolgom. Mindig kíváncsi vagyok a másik véleményére. Soha nem olvasom az előadásomat, mert nézem az embereknek a tekintetét, és amit bírják, hogy hallgatnak, addig mondom, de ugye, mert az mondani valóm rengeteg, tehát valóban az, hogy egy élet, minden, és az én tapasztalatomban benne van az én szüleim, nagyszerű, egy nagymamám volt csak, annak is a tapasztalatai fantasztik, az is lapot szerkesztett meg, stb. És ő is élt 85 évet, és hát szóval úgy, hogy én hálás vagyok minden napért, hogy ma még most itt vagyok, vagy ott vagyok, úgyhogy szóval valóban ez egy, úgy gondolom, hogy hát a kötelességem is, de örömmel teszem, hogy mozognak a lábaim, mert így van, így tudok ide is eljönni. Konzervatív, vagy fajta világnézet, világlátás. Na most az, hogy abban mindig oda kell, ahogy én mondtam, igyekszem a napi dolgokat is, ha nem minden, de hát fölfogni, vagy egyáltalán megismerni. Tehát mindenben lehet olyan, amit én hozzáteszek az én konzervatív értékrendemhez.
Az volna a lényeg, hogy mi az igazi érték. Na most abban valóban jobban tudja, aki most nem tudok pont, hogy 85 éves vagy akárhány, hanem ami már több ezer éve van érték, az, hogy egy család. Például a család az nélkül nincsen jobb, azt nem találtak ki még akkor is. És az, hogy nehéz a családot megtartani, meg nehéz az emberi élet, azt jelenti, hogy én szerintem mégiscsak, hogy van egy valami, ami erre törekszünk, és ott lesz majd a tökéletes, és nem ez az egyetlen tökéletes életünk. De hát ugye ez olyan, hogy ez magánügy, és éppen nem magánügy, hogy én tudom sugározni, hogy boldog ember vagyok, vagy nem, hanem csak lóg az orrom. Hát, hogy, és mindenben rendben vagyok a dolgaimmal, akármi, szóval a kisgyereknek a játéka, vagy valami. Most itt marad egy labda, ott marad, ugye, mindegy, ugye, ma és ez egy alapvető dolog, tehát ez maga, hogy a rendszeretet, az, hogy én mindennek megvan a helye, akkor nem keresgélek, és ott mind, én nekem boldogság. De most, ha én ezt át tudom adni a következő generációk, egyébként nem kíváncsi rá, senki sem kíváncsi rá erre a dologra, mert úgy, ez a szabadság, és ez neki rossz.